Üdv mindenkinek, ez itt a Hero Siege, és még sosem játszottam ezzel a játékkal, de erre is azt mondják, hogy valami roguelike, valami. Úgyhogy... ó, itt vannak külön klasszok. Hát nézzük, hogy mi akarunk lenni. Itt nekem ez a... mondjuk legyen ez a viking kezdésnek, és akkor majd szépen végig megyünk. Név. Shatter. Nagyon jó. Hova kéne nyomni, vagy enter? Ja. Oké, okay, viking. Rename, stat reset. Hát, normal. Nightmare még nem lehet. Hát, nem lehet. Oké, okay, na nézzük csak. VASD, move. Attack, ez oké, okay, ez olyan, mint Binding of Isaac. Item, ability. Potion. Jó. Nézzük akkor. Itt van valami chest. Mihez kell kulcs, úgy nézem. Ah, ott pénz. Itt valami szobor. Látom, már ellenfelek jönnek. Ó, és XP-t is kapok. Oké, akkor ez valószínűleg nem olyan roguelike lesz, mint mondjuk a Binding of Isaac, vagy Majesite, hogy ilyen meghalok és ennyi. Bár ki tudja. Wow. Ez mi volt? Ez mi volt? Ó, oh, itt egy kulcs. És level up. Ami azt mondja, hogy úgy látom, hogy a T ott elkezdett villogni. De megnézem, hogy kibírom-e nyitni így ezt a aranyládát. Igen. Akkor most már tudjuk, mire jó a kulcs. Bár mi másra lenne jó, mint ládákat nyitni. Ez ilyen egyértelmű lehet talán. Nézem, hogy a gold viszont mire lehet jó? Dungeon appeared. Aztán ide nem, ez a mobokat mutatja. Hát itt is üssünk szét mindent. Nem látom semmi okot, hogy miért ne. Ez akkor... ó, ez mi ez a HP? Jó. Tehát oda nem tudunk bemenni. Eddig tetszik a játék. Eddig tetszik. Igen, hogy villog a T. Nézzük csak, hogy tudunk venni. Venni, tehát statokat osztani, úgy nézem. Hát akkor szerintem health, meg damage. Kérhet nem mondanám, hogy nagyon gyorsan növekedik a damage. Seismic slam. És ez critical strike. És ez mi? Semmi. Menjünk erre a kritikára. Ezt még nem bírom rögtön. Akkor erre is tegyünk egyet. És ezt tudom még rögtön, akkor... menjünk a kritikára. Nem nagyon tudok mást így mondani. És nézzük csak, hogy van valami skillem is. Most látom, egyes. Ó, igen. P-t is mindjárt megnézzük, hogy mit csinál. Ez megnyújjuk a P-t, és... aha! Tehát erre jó a pénz. Rendben. Van-e még valamit meg kéne nézni? Ó, az mi? Az ott valami. Egy Magic Potion. És akkor ezt tudom a Q-val elhasználni, ami... úgy látom, hogy nem tudjuk, hogy mit csinál, de... úgy néz ki, hogy itt a dungeon. Ezt remélem, hogy... oké. Okay. Arra tippeltem volna, hogy kivisz, de nem vitt ki. Így néz ki, egy ilyen pressure plate. Valószínűleg ezzel nyitottam ki az ajtót. Aha! Itt egy boss. Nem mondanám, hogy olyan nagyon gyenge. Nézzük, nyomjuk egy Q-t, swiftness, akkor most gyorsabb vagyok. Hát van HP-ja rendesen. És nem is látom, hogy én mennyit ütök. Azt nézem, hogy közben a hadot. Ugye ott van fönt jobb felül a pénz. Ott gondolom az XP az a lila bal felül, és alatta akkor a HP-m. Közben azért üssük. 10 hit combo. És ő nem jut el odáig, hogy megüssön, csak nagyon ritkán, de azért vigyázzunk, mert nem nagyon van potim. Meg többet kéne ezt a skillt is használni. De a kritikállal egészen jól haladok, és
Nem tudom, de szerintem eddig még csak passzív skilleket csináltam. Vár... Talán ez az egyes, amit használok, ez... Ez nem passzív, hanem ezt már most tettem, vagy eddig is volt, nem figyeltem. De majd kiderül, majd visszanézzük videóban. Vagy hogyha valakinek van valami tudása a játékról, akkor szívesen várom. Ó, hogy visszapattan a falról. Hát szépen lassan megöljük. Szépen lassan megöljük. Azért úgy nézem, hogy annyira azért nem rossz a damage-em, bár jó lenne, hogyha valahol látnám, hogy ténylegesen mennyi. Szeretem látni. 10 hit kombó megint csak. Na. Ez a kis ilyen elütős skill, ez nagyon jó. Hasznos. És mindjárt megölöm. Na. Meg is öltem. Valamit adsz? Wow. Achievements. Rendben, itt van valami lasszó. Faster attack. Hát valamennyivel gyorsabb lett, nézzük. T. Egy level up. Tehát ez. Úgy nézem, hogy ez az az aktív skill. És azért dupla damage lenne. Oké. Okay. És akkor ezt meg... Wow! Hát ez tényleg gyorsítja az attack speedet, nem kicsit. De szerintem most menjünk rá a HP-ra, mert támadásom eddig egészen jól ment. Viszont HP-m az kicsit nagyobb bajban volt, bár ki tudja. Annyira még nem értek a játékhoz, viszont most egy kicsit nyugodtabb környezetbe meg tudom nézni. Tehát ez nem végleges fejlesztés, csak ilyen mostani erre a körre gondolom. Crystal chest. Se tudom, hogy ezt a crystalt hogy lehet szerezni, úgyhogy nem nagyon szeretném még én itt elkölteni. Akkor tudok tovább menni és ütögetni. Tudom, innen jönnek majd a szörnyek. Eddig nekem nagyon tetszik a játék. Hogyha még aznap nézitek, amikor feltöltöm, akkor Humble Store-ban most ilyen 200 forintért meg lehet venni. Amúgy valami 1000 forint körül van a játék. Nem olyan drága. Azt hiszem, hogy elérhető Androidra is, tehát hogyha tehetitek, szerezzétek be. Mert nekem tetszik eddig. Úgyhogy... Ja. Ennyit tudok róla mondani. Ó, igen, itt már a damage-ünk annyira nem jó, mint volt, de még mindig szerintem megfelelő. Oké, ezt próbáljuk meg elkerülni. Na már mindjárt meghalnak. Ups. Remek. Itt egy golden chest, és van is hozzá kulcsom. Az még jobban remek, és volt itt egy level up-om, amit... Ja, most már tegyünk rá a damage-re. Illetve... Itt ez nem tudom micsoda. Ó, itt írja, hogy minimum hány level kell hozzá, de azt nem látom, hogy én hanyas szintű vagyok. Hát gondolom mondjuk 4-es vagy 5-ös, inkább 5-ös, ahogy így a skill pontokból nézem. És akkor... Tegyünk erre. És akkor, hogyha minden jól megy, akkor a következő szintben, vagy szinten már tehetünk az új skillekre is. Ezt nem tudom mi vagy hogy lehetne elérni, úgyhogy ezt még hagyjuk ezeket, ugye úgy néztem, hogy nem lehet megölni. De akkor törjük szét ezeket. Jó kis pénzforrás. 30 XP, ez nem tudom, hogy sok-e, bár ahogy nézem, hogy mennyi XP kell egy level up-hoz, úgy nekem nem úgy tűnik. Ahogy olvastam ilyen véleményeket a játékról, nagyon sokan, hát végig is egy valaki az biztos szitta az irányítást, és mondták, hú, hát ezt kontrollerrel kell játszani. Szerintem a Binding of Isaac az, ami ugye nagyon hasonló irányítással van. Ó, ez valami boss. Tehát ami nagyon hasonló irányítással van, nekem semmi bajom az irányítással, és kontroller nélkül játszom, mert az én kontrollerem nem olyan, ami
ami ezt úgy nagyon díjazná. Túl sok gombot kell használni. Ohó, mindjárt meghalok. De szerencsére hagytam el ilyen hílelő kis bogyókat. Ezért remélem, hogy ezt a kis bosszt megbírom ölni. Ezt is vegyük föl. És nézzük, hogy hagytam-e még valahol, de nem nagyon látok úgy őszintén. Vagy hát akkor próbálkozzunk. Próbálkozzunk. Wow. Hát meghaltunk. Jó, hát akkor 10 perces volt, ennyi azért hosszabb ranok lesznek. És akkor nézzük, hogy level 5-ről kezdek. Akkor a főkari az úgy néz ki, hogy megmarad olyan szintű, amilyen volt. Wow, egy dungeon, oké. Tehát a főkari megmarad olyan, mint amilyen volt, de az nem tudom, hogy mi random. Ó, itt van valami újabb boss. Úgy néz ki, hogy ez nem nagyon itt vissza, úgyhogy így nem lesz nehéz. Á, azért még kijönnek azok ütnek. Oké, nem tudom, hogy mennyire rúglák ezért. Wow. Oké, elvileg 2 dungeon van a pályán. Úgyhogy próbáljuk megkeresni. Illetve, ahogy látom, ez a játék wave-ekből áll. Magic Potion, nézzük, mit csinál. Strength increased. Ó. Oké, itt van valamilyen kisebb boss. Vagy legalábbis kisebb, mint az előző rohadt erős boss, ami megölt. Próbáljuk meg azt a potit nem fölvenni, mert megsérülök tőle. Bármint nem a potitól, hanem attól, hogy jönnek és megütnek. Amíg fölveszem. Most hol a dungeon? Ez... Az ott szerintem egy láda volt, de nem baj. Ott... Ezt Diablóban is utálom. Kérlek, ne. Viszont level 6-os vagyok, és most már ugye tudom, hogy hol tudom nézni. Tehát mindjárt tudok még egy skillt szerezni. Ó, jött a következő wave. És achievement unlocked. Szuper. De ezt még nem öltem meg. HP-t vegyük föl. És ezt már így megöltem. Giant Spider! Mi lenne, hogyha nem szeretnél engem megölni? Megbeszélhetjük? És HP, szuper! A skeleton ez nem lesz nehéz így megölni, és meg is öltük. Oké, full HP-n vagyunk. Próbáljunk meg arra a csapdára nem rámenni. Ezt a Spider-t viszont megölni. Super! Space for next wave. Inkább én azt mondanám, hogy osszunk skillt. És hol az egerem? Itt van. Nézzünk csak. Oké, próbáljuk ki. És defense-en még nem nagyon van, úgyhogy arra is kezdjünk el pakolni. És azt mondja, hogy meg is van a 2-es skillünk, ami előre charge-ol, hát mondjuk ez volt a leírás. Nem csalódtunk benne. Health decreased. Rohadj meg. Úgy néz ki, hogy akkor ezeket a potikat annyira nem kell olyan nagy segítségnek venni feltétlen. De hol van az a 2 dungeon is, ami elvileg már itt van valahol? Á, itt az egy... Ó, itt van mind a 2, de valamiért be vannak zárva. Annyira még nem értek hozzá, hogy tudjam, hogy miért. De valamiért biztos. Wow. Oké. Próbálj egy kicsit akkor hátrálni. És... Hát ez azt hittem, hogy jobban el fogom őket találni, de... Na. Ó, közben egészen jól jönnek az achievementek. Steamre is természetesen, mert... Bár szerintem mondtam, hogy ugye ez Steam-es. Space for next wave. Annyira nem sietek sehova, lesz, szeretnék menni egy dungeonbe. Mert úgy láttam, hogy innen jönnek az itemek.
Magic Potion. HP-val egészen jól állok, úgyhogy arra az esetre, hogyha HP-t adna, akkor nem nyomom el. Hát nem tudom, hogy ettől mennyire kell félnem, hogy én majd ilyenből HP-t kapok. Oké, itt nem tudok átmenni. Ó, hogy itt vannak ilyen csapdák is. Itt meg szörnyek is rögtön. Tehát nem kell unatkozni. Nem tudom, hogy ezek most csak azért jöttek, mert túl lassan haladtam, vagy mi van, de nem baj, jöttek, megöltük őket. Azt nem tudom, hogy ez miért vérzik. Szerintem én nem álltam alatta. Na mindegy. Oké, maradhat ez. Irányítást tudjuk. Rögtön itt van egy chest. Úgy néz ki, hogy igen, az itemeket, amiket szerzünk, és mondjuk a potik hatása is úgy nézem, hogy csak egy ránra hat. De nem tudom, hogy hol a játék vége. Természetesen ezt gondolom még látszik, ezt nem tudom mi. Áó, csapda. Igen. Oké. Most már ezt is tudjuk. Azt nem tudom, hogy ugye egyre erősödök, de az első wave-ek is egyre erősebbek lesznek-e ezáltal, mert hogyha nem, akkor az igen kellemetlen. Mert akkor az első pár wave-et mindig ilyen könnyen át tudom élni. Úgyhogy el is indítom a következő wave-t. Nem szóltam. Én nem szóltam. Láttam egy chest-et. Ezt ki is nyitjuk. Én nem kell hozzáütni. A Magic Potion. Ó, ez most megnövelte a HP-mat, nem is kicsit. De csak valahogy ezt fel kéne tölteni valamivel. Level up! Ez jó. Megsebzett az, hogy neki charge-oltam. Rendben. Nézd ki, akkor ezeket el kell kerülni, mert nagyot sebeznek. Bár mondjuk amúgy is el kéne kerülni, mert semmilyen sebzés nem akarok kapni, kicsit se. És nézd ki, hogy itt vannak lent az ellenfelek. Ez nagyon szép volt. Na gyertek csak, vagy megyek én. Nem kell annyira sietni. Hopp! Vigyázok azért magamra. Nem akarok én feltétlenül ilyen gyorsan meghalni. És jön is a Wave 2. Oké, ez úgy néz ki, hogy a Nesset nem sebzi. Ajajajaj. Á, ki kellett volna menni a bolat sorból, vagy oszlop, vagy nem is tudom, hogy minek mondjam. A robbanásból minden esetre. HP-t azért kapjuk rendesen, szerencsére. Tehát ilyen problémám nincs, de nyomunk egy T-t, és ezen maradunk. Akkor nézzük csak, hogy ez... Nekem annyira nem tetszik, nem jön be. Akkor úgy vettem észre, hogy ezek a kis négyzetek, ez azt jelenti, hogy ezen a helyen nincsen skill. Tehát nem is nagyon kell oda keresni semmit. De szerintem maradjunk azon, hogy ezt a skillt erősítsük, mert ezt használom legjobban. És talán a shopot is el kéne kezdeni használni. Talán azért van, hogy segítsen a rámba. Úgyis pénz reszetelődik, hogyha meghalok. Ott van egy nagyon szép chest, amit mindjárt ki is nyitok. És Magic Potion. Mindjárt megtudjuk, hogy mit csinál. Egy kulcsot egy cip. Vagy ne. Ops, egy másik Magic Potion. Full health. Remek. Wow. Az úgy szép kezdés volt ott lent. Remélem idáig már nem lő el az a kis turret. Oké, damage-em nem mondanám olyan nagyon nagynak. Attack speed boost. Gondolom attack speed az. Hát ez tényleg boostolta. Ez nem hazudott. Egy picit se. Next wave jöjjön nyugodtan.
Én fel vagyok készülve. Az a trap az ott nagyon jól működik nekem. Az ott nagyon jól működik nekem. Skeleton Champion, ilyen kevés HP-val jöttél ide? Nagyon meg se kell ütnelek. És így játszhatunk. Úgy néz ki, hogy jó helyen vannak a trapek. Jött a következő wave. Oké, próbáljuk valahogy belevezetni őket a trapekbe. Ez egy nagyon jó út arra, hogy megöljük őket. Ó, valami nagyobb archer. Tehát nagyobb, mint volt. HP-nk amúgy egészen jól áll. De valami az előbb megsebzett, vagy nem is tudom, lehet, hogy nem sebzett meg, csak nem figyeltem. Csak, hogy itt a trapről vegyük fel a pénzt, mert van rengeteg. Szóval öljük meg. Azt hiszem, hogy egy ilyen boss ölt meg először. Nézzük, hogy van-e valahol egy dungeon. Nem nagyon látok, úgy őszintén. Viszont nyomok egy P-t és veszek atakot. Vagy defense, vagy mi az. Tudjátok, hogy miről beszélek, na. Na, közben jöhet a következő vév, úgy nézem, ez egy boss lesz. Igen. Nos, ez egy boss, gondolom. Au. Ó, legyek. Milyen kis aranyos. Szerencsére egyhitelem őket, úgy nézem. Egyelőre. Ó. Az megsebzett, vagy nem? Mert fullan van a HP-m. Nem tudom eldönteni, hogy mikor sérülök én. Pedig azért ez nem kéne, hogy ilyen nehéz legyen eldönteni. Ez nagyon Isaac-szerű nekem. Wow, wow, wow. Oké, menjünk el HP-ért. Ahogy eddig nézem, nem annyira kemény ez a boss. Mert lehet azért, mert már 7-es szintű vagyok, és talán kisebb szintre gondolták. Csak én vagyok béna, és sokat meghaltam. Nem tudom. HP-t, ja nem veszük fel, hát maxon vagyunk. Ez így nagyon tetszik, hogy repkednek össze-vissza. Egész gyorsan jönnek a achievementek. Level up. Az is nagyon szuper. Na. Oké, okay, még egy ilyen champion. Ez szerintem, amit esik mindenfelé, az sebez, de megöltük a boss. Ja. Szedjük fel a HP-t. Kaptam legalább egy kulcsot. Egy stamina up. Oké. Ó, még egy kulcs. Crystal key is kéne. De nem nagyon látok én itt kulcsokat. Ezt még valahogy mindig nem tudom szétütni. Valahol, te majd dobsz nekem egy kulcsot, mi? Ja nem, hogy nem is lehet megölni. Rendben. Na majd ezekből. Wow, hova megyek? És miért? Legfőképpen. Na, egy kulcs. Nem. Stamina up. Attack speed up. Eddig egészen jó ez a kis run. Egészen jó. Nem nagyon látok már itt kulcsokat sehol. Rendben. Talán megnézem, hogy ez a Crystal Key mennyire éri meg. Azt hiszem láttam ilyet a boltban, de először is level up. És ott... Oké, okay, menjünk rá itt a stunra, vagy nem, inkább a kritikára. És akkor jöhet még mindig a damage. Stun P. És igen, itt láttam egy kulcsot, úgyhogy egyet veszek. És... Na, vegyünk armort is, költsük a pénzt. Nézzük, hogy mi van benne. Oh, hogy egy item. Cold hot. Hát... Kaptam pár crystalt vissza. Rendben.
Úgy megyünk tovább, hogy meghalok? Érdekes, de... Jó. Nézzük, hogy ez a cold hot... Aha. Tetszik, tetszik. Mindenképpen... Hát én nem akartam erre jönni, de... Ha erre jöttünk, az is jó. Kaptam egy kulcsot, az... hasznos lesz. Most már tudjuk, hogy hasznos lesz. Mindenképpen. Mindjárt level up lesz, úgy nézem. Egy kicsit nézzünk szét. De... Így itt egy nest. Tehát nem fogom elindítani addig a next wave-et, amíg ennyi ellenfél itt van. De valami nagyon üt. Aha, az ott. Megvan, hogy mi üt ennyire. Még egy kulcs. Igazából lesz egész jó. Próbáljuk meg ezt megölni előbb, mert ez az, ami engem nagyon idegesít. És akkor jöhet ez a drágaság. Remek. És akkor jöhet a következő wave. Vegyük fel a HP-t. Az ott egy trap. Viszont ez chest. Ami nekünk mindig jó. Át tudok ütni a falon. Haha. Nem tudom, hogy ez bug-e, vagy direkt így van, de... Azt mondom, hogy... Ezért sem fogok panaszkodni, mert ki tudom használni. És amint látjátok, ki is kell használnom, mert annyira azért profi játékos... ezek honnan jöttek? Tehát annyira profi játékos azért nem vagyok. És HP az mindig jól jön. Én nem akarlak lefagyasztani. Nem, jó van, így is. Nem azért mondtam. Ezeket most miért nem fagyasszom meg? Annyira szeretek fagyasszani. Na, azért. És akkor próbáljuk meg ezt is itt elintézni. Ebből nem lesz vele semmi probléma. Két ütésből megölök egy 112 HP-s mobot. Ez egészen jó. Próbáljuk meg középen maradni. Szerintem jöhet a következő wave. Wow. És vigyázzunk. Persze, mondom, vigyázzunk, és belemegyek a trapbe. Nem tudom még miért akarom mindig ütni a chesteket. Ott egy HP poti, meg egy kulcs. Szedjük fel a potit. Ó, ez csak sima magic potion. Rendben. Nézzük, mit csinál. Armor increased. Általában, amit így a potion ad, az, az jobb, mint a simán, amit én vennék. Bármint hát ilyen 10-20-szal, ahogy eddig néztem. De mindjárt kiderül, most úgy nézem, hogy nincsen még level up-om. De amint lesz, megnézem. Wow, te csak így idejössz? Rendben. Ó, hogy te is át tudsz lőni a falon. Itt már úgy néz ki, hogy egy kicsit... jobban felrassz, hogy én is át tudok. Na, menjünk át. És ebbe a dungeonbe le akarok nézni. És le is nézek, és level up is. Igen, eléggé sok upgrade-et kaptam. Na de... Tegyünk... Erre. Ja, mert is ne. Ó, még egy magic potion, ami strength increase. Akkor nagyobb lesz a damage-ünk erre a roundra. Természetesen. Ezt nem lehet innen ellökni. De szuper gyors vagyok. Átférek, átférek. Azok már viszont nem jönnek át. Ó, de nagy itt mindenki. Ez így azért nem kellemes. Ez így nem volt kellemes. Úgy néz ki, hogy azért oké, hogy damage-elek, de nagyon könnyen meg is halok. Ó, ez mi? Remélem erre nincsen semmilyen trap. Mert abban most nagyon csúnyán belemegyek. Ezt nem tudom, hogy most boss volt, vagy... vagy mi van, de... De még miért nem tudok átmenni? Ezt úgy néz ki, hogy kikerültük szépen. Itt van valami kar, amit meg kell húzni.
hogy kell meghúzni. Á, meg kell ütni. Remek megoldás. Mehetünk akkor szerintem tovább. Jól van. Gratulálok magamnak. És igen, tovább tudok már jönni. És akkor itt lesz valami boss. Ó, megint te. Rendben. Remélem, hogy ez megment. Swiftness. Hát nem pont. Nem pont, de ennyi HP-val talán megbírom ölni. Ez tényleg egy ilyen talán megbírom ölni, tehát nem ilyen ironikus talán menni fog, hanem tényleg. Jó, így már kicsit több esélyem van. És igen, talán egy ilyen megölt volna. Talán. Tényleg fogalmam sincs. De ezzel a bosszal nem kéne semmi bajnak lennie. Eddig egészen jól megy. Egyszer már úgyis megöltem. Sőt, öltem már ennél nehezebbet is, ugye. Az első dungeonben, amiben harcoltam, az szerintem jóval nehezebb volt, mint ez. Főleg itt... Ó, Toxic Fly! Ez gondolom megmérgez. Wow. Ez felrobbant. Ó, mennyi HP-m lett hirtelen. Level up voltam? Nem. Wow. Ebből most mindegyik ilyen champion volt? Szerintem igen. Minusz 3 HP-ja van. Láttam én, hogy minusz 3. Á, lebírom nézni még jobban. Nem megyünk arra, de... Nem lett level up? Ha, milyen dolog ez. A sacred stone. Ennyi, nem veszem föl. Wow, hogy ez követ. Követ, érti? Hagyjuk. Hát menjünk vissza föl. És majd csak valamikor kiderül, hogy mire jó. De szeretnék látni valami full HP-t. Attack speed boost is jó. De valami full HP jobb lenne. De merre tudok bemenni? Erről úgy látom, közben... Aha, hogy boss. Akkor próbáljunk meg elmenni hozzá. Itt van valahol lent. Itt is van... Ó, hogy nézel ki? Tudjátok, ez a no offense, de... Remek. És nem tudom, hogy én se veszem ennyire, vagy ez a kő, ami itt van mellettem. Bár nem tudom... Aha, oké, ő is sebez rendesen. Vigyázzunk azért. Megállnak szerintetek a falban? Ki tudja mi? Ajaj, ajaj! Közben azért üssük rendesen. Az az egyetlen esélyünk a túlélésre, de meghaltunk. Ezek valami újraéledés? Nincs. Rendben. Hol az egerem? Itt van. Jó, hát akkor ez lett volna itt az első rész, amennyiben tetszett, akkor írjátok le, hogy milyen kasztot szeretnétek látni, egy lájkkal támogassatok, hogyha szeretnétek még ilyen sorozatot látni a csatornán, és ennyi. Remélem tetszett, legközelebb találkozunk. Sziasztok!